Köszöntöm nézőinket, lássuk, melyek a mai napszemle fontosabb témái. Új integrált városfejlesztési stratégia készül, amely 2030-ig szab irányt Gyergyószent Miklós fejlődésének. Jó hangulatú adventi vásárt tartottak ma Újfaluban, kicsik és nagyok is jól szórakoztak. Nem mindennapi előadásra készül a szinkroncsoport közösen a Salamon Ernő Gimnázium kórusával és zenekarával. Tavaszra várható a bemutató. Új integrált városfejlesztési stratégia készül, amely irányt szab Gyergyószent Miklós fejlődésének 2030-ig. A lakosság véleményére is kíváncsi az elkészítője, kérdőívet tettek közzé, és tematikus réteg találkozók is lesznek. Minden területen irányt szab a további fejlődésnek, azaz integrált városfejlesztési stratégia, melynek elkészítéséhez a lakosság véleményét is kikérik. Hasonló dokumentum a korábbi években is létezett, tavaly lejárt, ezért rendeltek újat. Hát ez egy fontos iránytű, hiszen a 21. század harmadik évtizedében, hogy merre tart a város, az még nincsen meghatározva. Na most ahhoz, hogy tudjuk, hogy akkor ebbe az évtizedbe meddig akarunk eljutni, és mik lesznek azok a megvalósítások, amelyeket el szeretnénk érni, ahhoz fontos, hogy a város rendelkezzen egy integrált városfejlesztési stratégiával. A régi az a tavaly lejárt, tehát hogy akkor az idéntől ugye elindul a munka, de valójában a jövő év tavaszáig szeretnénk összeállítani egy olyan átfogó városfejlesztési stratégiát, amelyekben különböző szakterületeken a következő évtizedig, tehát 2030-ig meghatározza a városnak az irányát és a fejlesztési kapacitását is, illetve kereteit is. Az integrált városfejlesztési stratégia nem csak egy fontos irányt szab a városnak ebbe az évtizedbe, hanem azon kívül egy alapdokumentuma annak a pályázati stratégiának, vagy annak a pályázati politikának is, amely ugye az újabb uniós kiíráshoz szükséges, hiszen ugye az idéntől, 2021-től már beszélünk egy újabb 7 éves Európai Uniós költségvetésről, amely ugye 2028-ig érvényes. Na most ezt mi kicsit kitoltuk 2030-ig, hiszen az letelt uniós költségvetés tapasztalatáról beszélve ugye láthatjuk, hogy a lecsengő költségvetésnek a pályázatait próbáljuk meg megvalósítani, és úgy gondolom, hogy nem fogunk jobban teljesíteni, és éppen ezért gondoltuk azt, hogy akkor legyen Gyergyószent Miklós 2030. A stratégia kidolgozására külső céget kért fel az önkormányzat. A közbeszerzésen kiválasztott pályázó már több hasonló megbízatást is teljesített. Szárhegy és Alfalu stratégiáját is elkészítette. A pályázatok lehívásának ez egy alapdokumentuma, és a megbízatás szerint 6 hónap áll rendelkezésre, hogy ezt a dokumentumot a városnak elkészítsük. Több réteg találkozó lesz, a több szakmabelit próbálunk megszólaltatni, és ezeknek a véleményére számítunk a dokumentumnak az elkészítésére. A Városháza honlapján már elérhető az a kérdőív, amely a lakosság véleményét hivatott továbbítani az illetékesekhez. Pár perc alatt név nélkül kitölthető internetes felületen január 20-áig. Utána találkozók lesznek különböző szakterületek képviselőivel. A stratégia május végére kell, hogy elkészüljön majd. A stratégiai kommunikációs csoport pénteki jelentése szerint az utóbbi 24 órában 743 szemét diagnosztizáltak SARS-CoV-2 fertőzéssel, és 60 koronavírussal összefüggésben hozható halálesetet regisztráltak. A kemény hideg közelettével egyre növekszik a fogyasztókban a félelem a várható hatalmas energiaszámláktól. Az árkompenzációs törvényben megszabott határértékeket a jelek szerint sok fogyasztónak nem sikerül majd tartani. Fennáll annak a veszélye is, hogy több szolgáltató kivonul a piacról, aminek a fogyasztó látja a kárát, és hogy mi lesz majd márciustól az újabb talány.
Novemberben alkalmazták volna első ízben az energiaárkompenzációs törvényt, de a módszertan késlekedése miatt egyes szolgáltatók elhalasztották a számlák kiállítását, és a decemberi számlákkal végzik el a korrekciókat, nyilatkozta híradónknak az Országos Energiaárszabályozó Hatóság alelnöke. Nagybege Zoltán szerint az első panaszok alapján a földgáznál 5 hónapra megszabott 1100 köbméter, amely után jár a 33%-os támogatás, elég alacsony fogyasztást jelent, a földgázzal fűtők közül sokan meghaladják ezt a határt. Nincsenek jobb helyzetben a villamos energiával fűtők sem, a havi 330 kWh-s határértékhez lehetetlen igazodni. Az említett esetekre a szakember a sérülékeny fogyasztó törvényét említi. Ugyanakkor még a fogyasztókat többnyire védik, a szolgáltatók szempontjából fontos lenne, hogy az állami költségvetésből mielőbb kifizessék nekik azokat az összegeket, amelyeket nem kapnak meg a fogyasztóktól. Hanem ezek a szolgáltatók csődbe mehetnek, fizetésképtelenségi állapotba kerülhetnek, és végül is úgyis csak a végső esetben a fogyasztó fogja ennek megfizetni az árát, mert azok a fogyasztók, akiknek a szolgáltatóik fizetésképtelen állapotba kerülnek, és nem tudják folytatni a tevékenységet, azokat átveszik a végső szolgáltatók, és a végső szolgáltatói ár az bizalmasabb, mint a normális szabadjegyzés szerződéses árak. Az energiaárkompenzációs törvény a november-március közötti időszakra befagyasztja az energiaárakat. A versenytanács híradóknak nyilatkozó tagja szerint ez nem egészséges a versenyhelyzet szempontjából. Az elszabadult árak miatt azonban beleegyeztek, hogy az illetékes szervek éljenek a lehetőséggel. Az 5 hónap lejárta után elemzik a piaci helyzetet és döntenek a továbbiakról. Bár az árbefagyasztást még meg lehet ismételni, valószínűleg ez nem fog megtörténni, az előrejelzések szerint ugyanis a tél lejártával csökken. A díjszabások. Ez nem egy egészséges intervenció a piacon, tehát kell hagyni, hogy szabadon alakuljanak az árak. Tulajdonképpen a versenyhivatal arra kell felügyeljen, hogy ezek a nagy intézmények, amelyek az energiát szolgáltatják, ne legyenek olyan közös egyezményben, amelyek az árakot befolyásolják, vagy megosszák a piacot egymás között. És ez nem jelentkezett. Ami a termelőkre kivetett többletadót illeti, azt nem kellene meghosszabbítani, véli az Energiaárszabályozó Hatóság alelnöke. Fontos lenne növelni Románia termelési és elosztási kapacitását a fekete-tengeri földgáz kitermelésével. Óriási kérdőjel azonban, hogy az ottani tartalék mikor kerülhet kitermelésre. Ha ideális esetben jövő évben meg is születik a végső beruházási döntés, csak az évtized második felében, 2026-ban kezdődhet el az első köbméter földgáz kitermelése, mondta Nagybeke Zoltán. Romániában január második felében kezdődhet az 5-11 éves korosztály oltása a koronavírus ellen, jelentette be Valeriu Gheorghiță. Az országos oltáskampányt koordináló katonaorvos elmondta, várhatóan január első felében érkeznek meg az oltóanyagok, így a hónap második felében már elkezdődhet az 5-11 éves gyermekek immunizálása az oltóközpontokban. Esetükben a Pfizer oltóanyagát használják, és ők is két oltást kapnak, viszont kisebb adagot, mint a felnőttek, tette hozzá az oltáskampány koordinátora. Adventi vásárt tartottak Magyargyó Újfaluban. A művelődési ház mellett nem csak sok felnőtt, hanem rengeteg gyerek is kínált a közelgő ünnephez kapcsolódó terméket. Igen népszerűnek bizonyult Újfaluban a karácsonyi vonat, kisebb és nagyobb gyerekek is felültek rá, hogy szétnézzenek a községben. Hasonló jó hangulat uralkodott a Lázár István művelődési ház udvarán. Ott helyi árusok kínálták a többnyire karácsonyhoz kötődő kézműves termékeiket. Nagyon sok gyerek is a téren volt eladóként. Az iskolában volt meghirdetve, amúgy ez már hagyományá vált, hogy az adventi vásárba gyerekek is készítenek, és igyekeznek ők is megmutatni, hogy milyen ügyeskezőek tudnak lenni. Azt szeretnénk, ugyanúgy, ahogy volt az ősszel is ugye a vásárunk, hogy egyre jobban tudjuk kiépíteni és megélni a közösséget, hogy együtt lehessünk, és együtt élményeket szerezhessünk. A vásárral egy időben süteménymustra is zajlott a helyi asszonyok által készített édességekből. Délután adventi előadást tartottak, fúvósok, énekcsoportok, zenészek léptek fel a művelődési házban.
Musical darabbal rukkol elő márciusban a szinkron csoport, közösen a Salamon Ernő Gimnázium kórusával és zenekarával. Egy popfesztivál. Ez a címe annak a zenés előadásnak, amelyen közel 100 diák dolgozik, és amelyre továbbra is várják a jelentkezőket. Közös ötlet kapcsán fogalmazódott meg Kolozsi Borsos Gábor színész és Korpos Szabolcs zenetanár fejében, hogy a sok tehetséges gyergyószentmiklósi diák nagyszerű adottságait önző módon kihasználják. A Déri Tibor által írt és a Presser Gábor által megzenésített képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabbal azt szeretnék bemutatni, mi történik a fiatalokkal ebben a világban. A musical eredetileg az 1960-as évek végét és az 1970-es évek elejét mutatja be, amikor megjelenik a hippi mozgalom. Az akkori fiatalok kiléptek a társadalomból, kommunákba vonultak és drogokba menekültek. Mára ugyanezt történik a fiatalokkal, csak éppen az internet világába menekülnek, fogalmazott Kolozsi Borsos Gábor, a szinkron csoport vezetője. Az előadás zenei részét Korpos Szabolcs zenetanár irányítja. A musical zenét a Salamon Ernő Gimnázium zenekara és kórusa szólistái énekesei fogják szolgáltatni az előadáshoz. Élő zenével tervezzük az előadást mindenképp, és úgy gondolom, hogy a zenekarban, a diák zenekarban van már akkora rutin, hogy képesek megoldani ezt a feladatot. Jól el fogják játszani a dalokat. Még nem kezdtünk neki, csak ismerkedünk a dalokkal, a próba folyamat jövő héten fog elkezdődni, akkor fogjuk igazán látni, hogy mekkora fába vágtak a fejszénket, de működni fog. Énekeseink is, hál' Istennek, ügyesek, akik biztos, hogy megbirkóznak a feladattal. A színdarab mozgásvilágáért Molnár Dalma koreográfus felel, akinek első lépésben feladata, hogy a diákokat megismerje, összehangolja. Különböző gyakorlatokkal, csapatépítő találkozásokkal próbáljuk elsősorban a diákokat összhangba hozni, mert sokan vagyunk sokfélék, és elsősorban szerintem a találkozások alatt az fog kiderülni, hogy ki az, aki dominánsabb egy csapatban, ki az, aki jobban hallgat a domináns felekre. Úgyhogy ezeket szeretném én első körben kipróbálni, hogy ki az, aki vezető egyéniség, ki az, aki nagyon szívesen elvégez bármit, csak ő ne kelljen irányítson. Úgyhogy ez lesz az első szempont, hogy ezeket megkapjuk. Miután ez sikerült megtalálni, utána pedig csoportos gyakorlatokat fognak végezni, különböző zenére, mozgás A pontból B pontba, a termet felosztva a különböző részekre, talajon fognak végezni pár gyakorlatot, hogyan jutunk ez is A pontból B pontba. Közel 100 diák jelentkezett eddig a nagyszabású produkcióra, de továbbra is várják a 12 évnél nagyobb fiatalokat, akik valamilyen formában szerepet vállalnának ebben a musicalben. Az előadás helyszínét és technikai hátterét a Figura Stúdió Színház biztosítja, de várják a jószándékú gyergyóiak támogatását, akik hiszik, hogy ezt a fajta tehetséget, ami a diákokban rejlik, érdemes támogatni. Visszavonul az aktív versenyzéstől, jelentette be a közösségi oldalán Novák Károly Eduárd sportminiszter, hangsúlyozva, még nem tudja, hogy döntése véglegese vagy csak átmeneti. Mint fogalmazott, most az a legfontosabb, hogy az országos sportstratégiára összpontosítson. Így 15 év gyorskorcsolyázás és 23 év kerékpározás után úgy döntött, hogy egy ideig visszavonul a versenyektől. A 45 éves Novák Eduárd 2012-ben egy arany és egy ezüstéremmel tért haza a londoni paralimpiai játékokról, 4 évvel korábban pedig ezüstérmet nyert Pekingben. Az idén megtartott tokiói paralimpián ezüstérmes lett 4000 méteres kerékpáros üldöző versenyben. 10 új gyűrűs farkú makival bővült a Marosvásárhelyi állatkert lakóinak száma, amelyek a nyíregyházi, illetve a budapesti állatkertből érkeztek. Marosvásárhelyi kollégáink meglátogatták a jövevényeket, és gondozójuktól azt is megtudták, hogy milyen finomságok szerepelnek az étrendjükben.
Ebben a ketrecben laknak heten, akik Nyíregyházáról érkeztek, és a szomszéd ketrecben hárman a budapesti lányok. Ez az elválasztó fal, tehát annyira sűrű a rács, hogy nem tudják az ujjaikat átdugni, hogy megsebezzék egymást, hogyha ez előfordulhat. Itt középen van egy ajtó, amit majd egy idő után ki tudunk nyitni, és akkor ismerkedni tudnak közelebbről is. Mutatja Marosvásárhelyi állatkert új lakóit Török Zsuzsa. A frissen érkezett gyűrűs farkúak közül néhányan félénken összebújva, farkukkal betakarózva fogadták stábunkat, de a bátrabbak fityet hányva kameránkra új területük felfedezésére indultak, vagy éppen a délelőtti mosdást végezték. A makiknak nagyon változatos az étrendje, kevés húst esznek, de a zöldségek, magvak és édesgyümölcs is szerepel a menüben. Nagyon szeretik a pittypanglevelet, ősszel pedig somot is kapnak az állatkert gondozóitól. Ők függőlegesen ugranak, ilyen tappancsszerű új végződéseik vannak, amivel nagyon ügyesen kapaszkodnak szóróságakon is. A farkuk az nagy szerepet játszik a csapat életben, ők sok időt töltenek a földön is, és amikor a nagy csapat vonul élelmet vagy vizet keresni a szabadban, és valamelyik elkallódik, akkor a többi felemeli a farkát és lehet követni. Nagyon sok jelük van, arcmimika, hang, illatanyagot is kibocsátanak, nagyon sokat jelölnek. Bár egyelőre a jövevények még külön ketrecben élik mindennapjaikat, hamarosan összeismerkedhetnek azzal a 6 hím gyűrűs farkú makival, amelyek már rég a Marosvásárhelyi állatkert csapatához tartoznak. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy az új csapat élére melyik maki kerül majd, annyi biztos, hogy nőuralomra számíthatunk, hisz náluk a mátriárhátus a jellemző. Ez a funkció átöröklődik az utódaikra is, mondta az állatgondozó. Napszemlénk végén mutatjuk még egyszer röviden a fontosabbakat. Új integrált városfejlesztési stratégia készül, amely 2030-ig szab irányt Gyergyószent Miklós fejlődésének. Jó hangulatú adventi vásár tartottak ma Újfaluban, kicsik és nagyok is jól szórakoztak. Nem mindennapi előadásra készül a szinkroncsoport közösen a Salamon Ernő Gimnázium kórusával és zenekarával. Tavaszra várható a bemutató. Percek következnek, majd a társalgóban Bajna György Barti Tihamérral, a Gyergyó területi RMDSZ elnökével beszélget. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.